El kell mondanom, hogy szenzációs erős mezőny jött össze. Körülbelül olyan 130-140 bogrács birka van, amit főznek, és közben még hála Istennek a népételeket is megmutatják. Itt a versenyzők 1804-es Parabrikai Hungarika című műnek, amiben leírja Szirmai Antal, hogy a gulyás csorda pásztorok étke vasbográcsban, csóban, borssal és paprikával, illetve köményvel, ennek a vonulata jön fel idáig, ezeknek a főzőversenyeknek a megvalósításakor.25 évvel ezelőtt kezdődött, úgy kezdődött, hogy az akkori polgármester úr, Németh István, megkeresett engem, hogy valami fesztivál félét szervezni kéne, de nem tudja, hogy mit. Hát szerinte itt a leghíresebb dolog Túrkevén a juhászkodás, meg a juh, mert minden település keresi az önarcképét, hogy csináljon fesztivált. A juhnyírási országos bajnokság, utána már csak juhnyírási bemutató, mint itt a hátam mögött, terelőkutyás bemutató, akkor kosfogat, kecskefogat, aztán juhsajt készítési bemutató, ott a közönség előtt egy fél óra alatt juhgomolyát csinálunk. Három évvel ezelőtt akkor nagyon kevés főző, meg vásározó volt, akkor a Széchenyi úton volt. Én úgy gondolom, hogy az emberek azért jönnek, hogy a birka nyírást, elsősorban a birka nyírást megnézzék, aztán a birka pörkölt főzését. Mindenki azt mondja, hogy titok nincs benne, de az alapanyagnak kell jó lenni. Nagyon sokan hazalátogatnak ilyenkor, a család, hát majdnem olyan kis majális féle, de mégsem arról szól teljesen, és nagyon sok vidékről hazajönnek, ugye kétnapos rendezvény, és úgy csinálják, hogy akkor két-három napot itthon töltenek, és nyilván akkor kijönnek, mert otthon nem kell főzni, és itt igazából jól érzik magukat. Apja adja mindenki. A vidámság, a népzene, a hagyományőrzés, a jókedv és a birkapörkölt evés, ivás erről szól. Büszkék vagyunk a hunságunkra, Kipcsak vagyok, én mindig el szoktam volt mondani. Fontos a Túrkevei pálink, a Szilva pálink, nagyon büszkék vagyunk. Ez a mi életünk, ez a mi világunk, és ez bárkit nagyon szívesen látunk, szeretettel, kedvességgel.